folytatásban a virtuális épület bejárásról, a tervekről és a tapasztalatokról, illetve az Egri Dobó István gimnázium következő hónapokra tervezett programjairól beszélgetünk. Ebben az intézmény vezetője Berkes Krisztián siet a segítségünkre. Szervusz, köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, sziasztok! Először is arra lennénk kíváncsiak, hogy egyáltalán mikor merült fel az ötlet, hogy legyen egy ilyen virtuális séta a dobóban? Ez idén tavasszal merült föl, az igazat megvalva Tóth Péter igazgató helyettes kollégám fedezte föl egy iskola honlapján, ahol egy verseny miatt járt, és amikor megmutatta nekem, akkor számomra egyértelmű volt, hogy ezt nekünk itt meg kell valósítani. Úgyhogy így őszre össze is állt, és készen van. Az oké, hogy kitaláljátok, hogy de jól néz ki, szeretnénk egy sajátot csinálni, de hát ehhez kellenek eszközök, kellenek emberek, ezt hogy tudtátok összerakni? Milyen eszközök voltak, vagy hogy tudtátok egyáltalán megcsinálni? Fölvettem a kapcsolatot az iskolával, akinek a honlapján ezt a 3D épületbejárást láttuk, és utána jártunk, hogy ki volt az, aki ezt elkészítette, és utána vele vettem fel a kapcsolatot. Ők jöttek ide a dobóba, ez egy teljes hétvégét vett igénybe, tehát szombat reggeltől vasárnap estig tartott, mire fölvették. Az eszközök ugye a sajátjaik, ezek 4K-s kamerák, igen. amiket leraknak, és ugye azt hiszem, hogy 6 képet rögzít, ami körbeforog, és úgy áll össze egy babaház modell a végén minden egyes teremmel, amiket nem szerettünk volna, hogy lássanak a szülők, diákok, mondjuk mint egy tanári például, azt is föl kellett venni, mert a babaház modellben nem veszik föl, akkor ugye egy fekete volt lett volna. Úgyhogy igazán hogy teljes épületet föltérképezték. A középfokú intézmények tekintetében mennyire egyedülálló egyébként ez a kezdeményezés? Hát teljesen egyedülálló, mert igazániból Pécsen található meg az említett gimnázium, a Lövei Klára gimnázium honlapján, és Heves megyében viszont csak nálunk, úgyhogy tudomásunk szerint országosan összesen 2 intézményben. Mit jelent ez az iskola szempontjából a szülőknek, diákoknak? Itt gondolok arról, hiszen azért az elmúlt időszakban, főleg a Covid alatt próbáltunk mi is bemutatni ugye középiskolákat, általános iskolákat, óvodákat. Megkönnyíti ez a szülőknek, vagy akár a leendő diákoknak azt, hogy egy kicsit jobban képben legyenek a dobóval kapcsolatban? Úgy gondolom, hogy igen, de először kezdenék az idejáró diákokkal, ugyanis ők is felfedezték ezt a múlt héten, amikor felkerült iskola napjára. Rögtön bejárták a saját termüket, és mondták, hogy de jó, mert akkor a diáknapi dekoráció, ami a teremben volt, ugye akkor ez marad meg. Tehát amíg ez a felvétel van, ugye arról a teremről ugye az aktuális dekoráció fog megmaradni. De ők is nagyon élvezik, és igazániból bizonyos extrákat is be lehet ebbe tenni, ugyanis ha megnézzük egy teremnek, az osztályteremnek az ajtaját, akkor találunk rajta egy fotóikont. Ha rákattintunk, akkor az ott lévő osztálynak a fotója látható, mint ahogy egy szaktanteremben például egy piros kameraikont látunk, akkor ott beiskolázási videó látható, és akkor ide kötném a másik jövendő osztályokat, ugye. Hogy igazániból nem csak az, hogy az iskolát tudják megnézni, hanem a beiskolázási tájékoztatókat, a tanári ajtajában a tanári elérhetőségeket, igazániból mindent az intézményről. Hát ugye több megyét ölel át, akik jönnek ugye az intézménybe, és azért nekik ez nagy lehetőség, hogyha mondjuk 120 km lakik és sosem járt az intézménybe, be tudja járni. Úgyhogy és nem beszélve a voldobós diákokról, akiknek meg... Nosztalgiából körbejárják az iskolát. Igen, ilyen bejegyzéseket is kaptunk, hogy nosztalgiázhatnak. És mondjuk a tanárok, volt pedagógusok részéről milyen visszajelzéseket kaptatok? Hát úgy gondolom, hogy csak pozitív visszajelzések jöhetnek egy ilyen innovációra. Azokat is kaptuk, ilyen személy szerint is üzenetekben, itt a kollégáim ugye a volt osztályaiktól megkapták ezeket a visszajelzéseket, úgyhogy minden szempontból nagyon pozitív, bár azt is megkaptuk ezekben, hogy végig nosztalgiázhatták az iskola folyosóit, és nem sok minden változott az elmúlt időszakban, ami azért nem teljesen igaz, de ők ezt látták igazániból ebből. Az elkövetkezendő hetekben ugye lassan itt a téli szünet, diákok fáradnak, vannak különleges programjaitok, amivel egy kicsit még föl tudjátok őket rázni? Hát igyekszünk. A legnagyobb program még itt decemberben lesz a gombavató, december 16-án pénteken, úgyhogy a végzősök számára nyilván az idei évnek már az egyetlen és legnagyobb programja. Viszont most pont a héten szerdán lesz a pályaválasztási szülői fórum csütörtökön, ahol szülőket várunk
délután, hogy a fakultáció választáshol, a pontszámítási rendszer és az érettségről kapjanak tájékoztatást, és az erdai napon viszont egy pályorientációs napot tartunk, amikor tanítás nincs, ez minden intézmény számára kötelező, ez a pályorientációs nap egy évben, és akkor viszont egyetemek mutatkoznak be, itt két kolléganőm találta ki az egyetemek napját igazándiból, és itt sok-sok egyetemet hívnak meg, akik bemutatkoznak, standokat alakítanak ki, különböző szakmák képviselői jönnek, gyógyszerészek, orvosok, ők is beszélnek a szakmájukról, úgyhogy ez a nap, ez erről fog szólni a héten. De jó. Maga a kezdeményezés egyébként hogy látod, megkönnyíti mondjuk a leendő dobósoknak a választását? Már a 3D-s... Igen. Én úgy gondolom, hogy nem ezen múlik feltétlenül, hogy valaki a dobóba szeretne jönni, de az biztos, hogyha látja, hogy egy ilyen innováció, egy ilyen, hát 1754-ben épült épületben azért itt bárki, aki Egerbe jár, hát a fő utcán található, azért csodára jár az épületnek. Az, hogy még be is jöhet és szét is nézhet, szerintem ez egy egyedi lehetőség. Úgyhogy én nem gondolom, hogy feltétlenül csak ez, de remélem, hogy hozzátesz ez is majd. Említetted, hogy talán egy kicsit felrótták, hogy nem változott semmit az iskola, de mondjuk el, hogy mit változott, miben modernizálódott esetleg? Hát azért nagyon sok minden ment, tehát igazániból a termény 100%-ában projektoros kivetítés, számítógép, hangfalak, van, ahol már tévé van a projektor helyett, megmondom őszintén, mert olcsóban be tudjuk szerezni egy nagy képernyős tévét, és így a projektort kiváltjuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy abszolút, tehát egy régi épület, de mégis azért sok szempontból új is, és az újdonságok is felfedezhetőek. Abszolút oktatás területén nagyon nagy segítséget nyújtanak ezek. Igen, muszáj nektek is menni a kor követelményeivel gyakorlatilag. Igen, abszolút. Engem még érdekelne egy kicsit ez a nyílt napos egyetemi történet. A tapasztalatotok szerint mennyiben segíti a gyermekeket, vagy máshogy fogalmazok, a mai 17-18-19 éves gyerkőcök mennyire vannak tisztában, mennyire céltudatosak, hogy merre akarnak tovább menni? Nincsenek könnyű helyzetben. Igen, azért is. Azért úgy gondolom, 11-12-ben már legrosszabb esetben illik tudni, hogy milyen irányt szeretne venni, igen. De 10-ben ugye a fakultáció választás egy fontos momentum az ő számukra, ezért is próbálunk csütörtökön majd segíteni a szülőknek és a diákoknak is, hogy milyen irányt vegyenek. De most az egyetemeknél is, ha a felvételit veszük figyelembe, akkor ugye akár elképzelhető, hogy 24-től 3 azonos profilú egyetemnél teljesen különböző felvételi követelmények lesznek, tehát nincsenek könnyű helyzetben a gyerekek, de úgy gondolom, hogy mondjuk egy biológia tagozatnál egyértelmű, hogy mi az irány, a reál tagozatnál is, de az általános képzésünknél is, amiben jók, ugye abból választanak fakultációt, általában az is lesz a célirány, úgyhogy gondolom tudatosak. Ráadásul ti azért elég sokat tudtok pedagógusként segíteni neki, hiszen azért ti ismeritek az ő képességeit, vagy az orientációjukat, és akkor talán ezzel is könnyíteni tudjátok a továbbtanulásukat. És milyenek egyébként a statisztikák azzal kapcsolatban, mondjuk felvett diákok az egyetemekre, főiskolákra? Hát ugye a végzősök, amikor ugye elblagnak az iskolából, meg is kérjük az osztályfőnököket, hogy mérjék föl a diákjai körében. Hát ugye itt nyilván különböző közösségi médiák segítségével ugye ezt könnyen meg tudják tenni, és azért a visszajelzések alapján azt tudom mondani, hogy azért az első helyen megjelölt intézményekbe azért mondjuk az osztályunknak mondjuk a 70%-a bekerül, a többiek a másik vagy a harmadik helyen, átlagosan azért úgy gondolom, hogy 99%-ban azért föl is veszik őket. Nagyon kicsi az arány az, akiket nem vesznek. Az, akiket nem is. Azt azért el lehet mondani, hogy nagyjából mindenki tovább tanul. Abszolút. Innen mindenki adófizető állampolgár lesz, csak az a kérdés, hogy milyen irány van. Tehát, hogy egyetemi főiskolai végzettsége lesz, vagy esetleg egy szakmát fog választani. Ugye kis gimnázium is van a dobóban. A gyerkőcök mennyire érzik kicsiként a nagyok között elveszve magukat, vagy hogy tudjátok ezt, ez mindig kérdés nekem, hogy tudjátok integrálni a kicsiket a nagyok közé? Ugye a 6 évfolyamos képzés nálunk az egy tehetséggondozó képzés, válogatott gyerekek, tehát most jelen helyzetben a 7.-8.-ban 32 fős létszámmal, ideális létszám igazándiból. Ők a 7., 8. és 9. egymás mellett helyezkednek. Egy kicsit talán, hogy nekik is könnyebb legyen,
a korosztály miatt. Hát, hogy ők a legkisebbek, a saját fiam is most a 7. A-ba jár, és megmondom őszintén, hogy tényleg azért méretileg is ők még picik, főleg egy 12-es diák mellett, de nem okoz ez neki problémát. Tehát nagyon sokuknak a testvéreik is ide járnak, az is azért megkönnyíti ezt, úgyhogy nem jelent problémát. És a gyermekednek esetleg ez megnehezíti a sorsát, vagy nem tudom, hogy ő hogy érzi, hogy az édesapja az a gimnáziumnak az intézmény vezetője? Jó tanuló. Igazándiból nem bíztuk a véletlenre, készültünk az írásbeli felvételire, kitűnő tanuló volt, úgyhogy nem okozott ez igazándiból problémát. Hát nyilván az eleje az nehéz mindenkinek, de... Bele lehet rázolni. De jobban a körmére néznek a tanárok, vagy nincsen ilyen? Nem gondolom. Tehát nem támasztunk túlságos nagy elvárást. Úgy felé szeretnénk, hogy jó tanuló legyen. Az is igazándiból, úgyhogy nem izgulunk. Szülői oldalról sem. Tök jó. Hát akkor kedves nézőink, virtuális sétára, fölirány a Dobó István Gimnázium. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. És nagyon köszönjük. Köszönjük szépen.